A koronavírusnál is pusztítóbbak voltak a magas energiaárak a télen Európában, erről ír a The Economist. A brit gazdasági lap szerint a kontinensen többen halhattak meg a magas rezsiköltségek miatt, mint a koronavírusban a háború kirobbanása, majd pedig a brüsszeli szankciók és az azokra adott orosz reakciók, ugyanis a rezsiköltségek korábban soha nem látott drágulásához vezettek. Európában több embert ölhettek meg a magas energiaárak a legutóbbi télen, mint a koronavírus, erről a The Economist írt. A brit gazdasági lap szerint tavaly télen 60 ezeren haltak meg koronavírusban, viszont a magas villamos energia és gázárak 68 ezer ember életét követelhették Európa szerte. Ugyanis a korábbi többszörösére emelkedett rezsiköltségeket az emberek nem vagy csak nehezen tudták fizetni, ezért nem fűtötték megfelelően az otthonaikat, ami szív- és légzőszervi problémákhoz vezethetett. The sanctions are here to stay. Az energiaválságot és a brutális rezsiköltségeket előbb a háború kitörése, majd a brüsszeli szankciók és az arra adott orosz válaszok okozták. Moszkva ugyanis a nyugati gázszállításokat előbb csökkentette, majd le is állította a büntető intézkedések miatt. Brüsszel pedig gázásapkát is bevezetett az orosz gázra. A legtöbb eu tagállam önkéntesen szüntette be a gázvásárlásokat Oroszországtól, mert szerintük ezzel segítettek Ukrajnán. Az olcsó vezetékes orosz energiahordozót így a hajókon szállított drága cseppfolyós gázra cserélték. Viszont ennek a mennyisége jócskán elmaradt Európai igényeitől, ami megint dráguláshoz vezetett. We might still face a gap of up to 30 billion cubic meter of gas next year. Ursula von der Leyen már tavaly decemberben bevallotta, hogy kritikus a helyzet, akár 30 milliárd köbméternyi gázhiányjal is számolni kell 2023-ban az Unióban. Az enyhetél miatt ez egyelőre elmaradt, de Brüsszel továbbra is kitart a szankciók mellett. 11. Ursula von der Leyen a héten már a 11. szankciós csomag tervéről beszélt. Ebben a korábbi szankciók betartatására összpontosítanának a harmadik országok szankcionálása mellett, de a barátságkőolaj vezeték északi ágán is leállítanák a szállításokat. Vagyis Lengyelország és Németország nem tudná tovább kihasználni a vezetékes olajszállításokra vonatkozó felmentést, amit a magyar kormány harcolt ki Brüsszelben.